Szerintem egyszerű a történet. Az egyik oldalon van egy vírus, amely súlyos betegséget, akár halált is okozhat. A másik oldalon van egy oltás, amellyel elkerülhető a betegség és a halál. Én az oltást választom. A koronavírus betegség az egy szerencsejáték, egy lútri, hogy vagy túlélem, vagy nem. Ezért én úgy gondolom, hogy a koronavírus elleni oltás életet menthet. Vissza akarják kapni a régi megszokott életüket? Akarnak barátokkal, távoli családtagokkal újra összejönni, találkozni, sörözni, ölelkezni? Akarnak utazni, akarnak sportrendezvényre menni, kulturális programokat élvezni? Jöjjenek, oltassák be magukat! Ha nem oltatja be magát mindenki, újabb hulláma lehet a járványnak. Ismét lezárások lehetnek, munkahelyek szűnhetnek meg, még többeket elveszíthetünk. Ezért regisztráljon mindenki az oltásra. Ne félj a tűtől, egy apró szúrás, talán nem is érzed, és életet is menthetsz. Ne felejtsék, a legjobb oltóanyag az, amihez ma hozzá tudnak jutni. Mondhatnám, hogy oltassátok be magatokat, mert szeretném, ha mi hamarabb kóstolnám a főztetőket, de nem az a lényeg, hogy én mit szeretnék, hanem azt gondolom, most a legigazabb az a mondás, hogy élni és élni hagyni. Csak az érezhet biztonságban magát, aki be van oltva. Ezért arra kérek minden kispestit, hogy oltassa be magát. Ilyen biztonságos körülmények között oltunk. Jöjjenek nyugodtan! Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV műsorát látják. Híradónkban beszámolunk a kerületben történt aktualitásokról, eseményekről, majd magazin műsorunk következik. Folyamatosan érkeznek az ukrajnai háborús menekültek a kispesti önkormányzat szálláshelyére. A Zalaegerszeg utcai jelenleg nem működő bölcsöde épületében alakítottak ki 24 fő befogadására alkalmas szállást. A segítséget kérők zöme nő, és csaknem 60% a gyermek. A menekültek egy-két napot, éjszakát maradnak itt, majd tovább mennek külföldön élő rokonaikhoz. Néhányszor szükség volt orvosi ellátásra, de a gyerekeket rendszeresen meglátogatja a területi védőnő is. Az ellátásra a Kispesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal, a kormányhivatallal, az önkormányzat illetékes irodáival és a helyi Vöröskereszttel folyamatos egyeztetésben zajlik. Gajda Péter polgármester az önkormányzat szakembereivel, gazdasági ellátó szervezet a kormányhivatal munkatársaival járt kint a Zalaegerszeg utcai Harangvirág bölcsödében, ahol az ukrán válsággal kapcsolatban az önkormányzati döntés szerint Kispest befogadó helyet nyit a háború elől ide menekülőknek. Ennek értelmében a GESZ és az önkormányzat munkatársai már felszállították a kerület nyári táborából, Káptalanfüredről a szükséges ágyakat és egyéb bútorokat, kitakarították, fertőtlenítették az épületet. Már minden készen áll a menekültek fogadására. A szakemberek és az önkormányzat munkatársai a továbbiakban is folyamatosan együttműködnek a Kispesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjanak segíteni az érkező menekülteknek. Ezen kívül 1 000 000 forinttal támogatják az ökumenikus segélyszervezetet annak érdekében, hogy a legszükségesebb eszközökkel segíthessék a háború elől hazánkba menekülőket. Egyrészt arról döntöttünk, hogy 1 000 000 forinttal támogatjuk a ökumenikus segélyszervezetet, anyagi támogatást adunk tehát annak érdekében, hogy azok, akik egyébként el tudják dönteni, és a legjobb módon tudják eldönteni, hogy mire van szüksége a menedéket kérőknek, őket ebben az 1 000 000 forintos támogatásban részesítjük egyelőre. Együttműködünk szorosan a Kispesti Ukrán Nemzetiségi
önkormányzattal, illetve megnyitjuk most ezt a befogadóhelyet. Talán Budapesten ez az első ilyen kerületi befogadóhely, ami ilyen gyorsan kialakításra került. Volt egy önkormányzati épületünk, a Rangvirág bölcsőde, amelyet gyorsan alkalmassá tettünk erre. Azért ez abból a szempontból nem volt könnyű, hogy itt mindenféle jogszabályi feltételeknek is meg kell felelni. Ugye ez egy teljesen üres épület volt, hiszen a tavalyi évben került bezárásra, tehát ágyakat kellett hoznunk, törölközőket, ágyneműt, meg kellett szerveznünk azt, hogy az épület fölfűtése megtörténjen, hogy itt ellátást kapjanak majd azok, akik menedéket kérnek tőlünk. Kérik, hogy azok a kispestiek, akik befogadtak már menekülteket, feltétlenül regisztráljanak az önkormányzatnál. A 20-as 519 92 57-es telefonszámon, és adják meg a befogadott menekültek nevét és életkorát. Erre azért van szükség, hogy az illetékes szervek a későbbiekben biztosítani tudják a menekültek egészségügyi és szociális ellátásával kapcsolatos feladatokat, valamint a magyarországi tartózkodással kapcsolatos további szükséges hivatalos ügyintézést. Azokat a kispestieket, akik felajánlásokkal, adományokkal szeretnék segíteni a menekülteket, a képernyőn látható szervezetekkel vehetik fel a kapcsolatot. Így a Kispesti Nagyboldogasszony Karitásszal, a Bike Mafia Egyesülettel, a Görög Katolikus Parókiával vagy a Vekerlei Társaskörrel. Egy iskolai rajzfoglalkozáson fogalmazták meg a Reménység Katolikus Általános Iskola tanulói üzenetüket a világ vezetői felé: Stop War, legyen béke. A gyerekek ugyan közvetlenül nem, de szüleiken keresztül szinte valamennyien értesülnek a világ történéseiről. Bár a kisiskolások jobbára nem értesülnek a szomszédban dúló háború minden mozzanatáról, szüleik feszültsége érződik, illetve a médiából áramló hírfolyam foszlányai természetesen hozzájuk is eljutnak. Van, aki jobban, és van, aki kevésbé nyugtalan, de a mindennapok része lett az aggodalom. A Kispesti Reménység Katolikus Általános Iskolában nem söprik a szőnyeg alá a problémát. Beszélnek róla a gyerekekkel, természetesen az ő nyelvükön, és csak is annyit, amennyi kielégíti kíváncsiságukat. Az iskolában gyűjtést is szerveztek az ukrán menekültek számára. Felvettem a kapcsolatot a Katolikus Karitász igazgatójával, akivel minden évben kapcsolatot tartunk karácsony táján, hiszen az ő bevonásukkal, illetve az ő velük való kapcsolattartást révén szoktuk segíteni a rászorulókat karácsony táján a nagy gyűjtésekkor, és nagyon örült a felajánlásnak. Én ebben a levélemben kérdeztem, hogy mire van elsősorban szükségük, hogy olyat gyűjtsünk, amit tényleg fel tudnak használni, és hamarosan küldött is egy listát. Elsősorban a gyerekeikkel érkező anyáknak, asszonyoknak és nőknek van szükségük, gyermekellátáshoz, gondozáshoz szükséges dolgokra, pelenkára, cumisüvegre, gyermekruhára, valamint tisztálkodószerekre, törülközőre, pokrócokra, meleg takaróra, illetve élelemre, vízre, szendvicsre, konzervre, instant ételekre. Az első naptól kezdve aztán nagyon nagy mennyiségben jöttek az adományok, és hát most éppen Nagyböjtben, amikor a katolikus egyház épp az adományozásra, az imára és hát a böjtre hívja fel a figyelmet, nagy összhangban van ez az ottani eseményekkel. Sajnos van ez az aktualitása, hogy az imádságunk azért szól, hogy béke legyen, az adományaink pedig azoknak a részére gyűlnek, akik nagy bajban vannak. Az iskolai szentmisék itt is, mint bizonyára minden más egyházi iskolában, a békéről szólnak. Rajzórán pedig a gyerekek egy üzenetet fogalmaztak meg a világ vezetői felé. Arra kérik őket, vessenek véget a háborúnak, és legyen végre béke. Érződik-e a gyerekek megérintettsége mondjuk ezen a foglalkozáson? Hát, ugye ez egy nagyon keretek közé szabott foglalkozás volt, de nyilván beszélnek róla, úgy konkrétan a rajzaikban ez a fajta feldolgozási feladat annyira nem jelenik meg. Van, amikor direkt kérdeznek, vagy ezzel kapcsolatban is szeretnének dolgozni, vagy valamilyen módon ezt feldolgozni. Hát ott azért megjelenik témájában, hát úgy nagyon általában a rajzék stílusán, vagy a hangulatvilágán, úgy kifejezetten nem. Ugye nyilván nekik ez egy nagyobb dolog, ez felületesen érinti, hallja, hogy beszélnek róla a szülei, a gyerekek, de úgy nincsenek nagyon benne a hétköznapjaikban.
A nyugalom, a kiegyensúlyozottság ebben a korban leginkább a szülők kiegyensúlyozottságán múlik. Természetesen a gyerekek értesülnek a körülöttünk lévő feszültségről, erről a borzasztó háborúról, és a fenyegetettségünkről is. Tehát ezt nem lehet előlük elrejteni, hiszen 1000 csatornán áramlik feléjük a hír. Természetesen itt az iskolában felmerül ennek a kérdése, hogy mi lesz, hogy lesz, mit látunk, hogy látunk, és ezeket a kérdéseket nem lehet eltussolni. Tehát ezekről beszélni kell minden gyereknek a saját szintjén. Nem szabad, hogy a riadalmukat fokozzuk a mi ijegységünkkel vagy zavarunkkal, hanem a reményre és az imádságra kell helyeznünk a gyerekek figyelmét. Az iskolában folyamatos a gyűjtés. Az összegyűjtött adományt hetente adják át a katolikus Karitásznak. Az ünnepi hosszú hétvége, vagyis a március 14-i pihenőnap miatt munkarendváltozás lesz a polgármesteri hivatalban. Dr. Béja Julianna, kispesti edzőjének tájékoztatása szerint március 25-én pénteken munkanap lesz a hivatalban, 8 és 17 óra között fogadják az ügyfeleket. Március 26-án szombaton a hivatal zárva tart. Kispest vezetői, országgyűlési képviselői, a nemzetiségek, a pártok, az intézmények és a civil szervezetek képviselői koszorúztak március 15-én a Kossuth szobornál. Tisztelek be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Hiller István országgyűlési képviselő ünnepi beszédében azt mondta, úgy senki nem ünnepelhet 48-at, hogy ne tudja, ennek az országnak a fejlődését, a polgárosodását kizárólag az segíti elő, hogyha Magyarország a nyugathoz tartozik. A koronavírus járvány miatti 2 éves szünet után újra műsorral ünnepelte Kispest önkormányzata az 1848-49-es forradalom évfordulóját a Kossuth téren. Az Egy nap Pest utcáin című zenés-táncos irodalmi összeállításban közreműködött Derzsi György, Esztergomi Katinka, Meskó Boróka, valamint a Budapesti Táncművészeti Szakgimnázium növendékei és Nagy Zsolt karnagy vezetésével az Opsitos fúvózenekar. Talpra magyar! Így a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok lehegyünk, hogy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk! Hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kározottak. Ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk! A folytatásban Hiller István országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyben Kossuth Lajos alakját idézte fel. Mi a tanulság bő egy évszázaddal azután, hogy ő elment? Tudják, a történelem nem receptes könyv. Nem úgy van, hogy fölütjük, megnézzük, hogy mi történt akkor, az 1848. évben, megnézzük, hogy mi a következőben, és aztán tudjuk, hogy nekünk mit hoz a jövő. De igenis vannak folyamatok. És ezeket átlátni, erről beszélni és közösen gondolkodni egy nemzet érdekében áll. Ezért tegyük ezt meg itt Kispesten, és remélem számos helyén ennek a hazának. Mert mindenütt, ahol magyar él, itt, a hazában, a Kárpát-medencében és bárhol a világon, ezen a napon 48. március 15-e tiszteletére kokárdát viselnek a magyarok. New Yorktól Ausztráliáig és Kispesttől Sopronig, és ez így helyes. Akkor viszont, hogyha összeköt minket, földrajzi távolságot figyelembe nem véve egy szimbólum, akkor van kötelességünk a szimbólum mellett közösen gondolkodni. Elsőként is érdemes felfedezni, hogy az, aki itt ránk néz a szoborról, és a társai, nem csak a jövőbe néztek, hanem tudták is azt látni. Ezt az országot
akkor a saját korába, minden fenntartás nélkül a nyugathoz kívánták kötni. A szabadság és függetlenség eszméje, mindaz, amely vezérelte őket, a tudás megszerzése és továbbadása, az, amire fölhívták a figyelmet már évtizedekkel korábban, hogy vigyázó szemetek merre vessétek, az ennek az országnak és ennek a nemzetnek a nyugathoz való tartozását fejezte ki. Őszintén és abba híve, amit állam alapító első királyunk, Szent István a legbölcsebben kijelölt. Ezért mai magyarok, nehogy utat tévesszen bárki is. Nekünk, ennek a nemzetnek akkor jó, akkor tud jó lenni, hogyha nyugathoz tartozunk. Ami nem jelenti azt, hogy bárki ne nézzen a keletre. De mindazt, amit nekünk lehetőségként a sors megadott, azzal akkor tudunk élni, hogyha oda tartozunk. Van más tanulság is. Szintén nem receptes könyv tanulság, de olyan, amely hosszú évszázadok alatt bizonyságot nyert, ezért helyes, hogyha a magyar kimondja a magyarnak. A mi országunknak nem volt előnyös, és nem állt érdekében, hogy egy közös határa legyen Oroszországgal. Hívják azt bárhogy is a történelemben. Bármikor legyen az az ő korszaka, legyen az az a korszak, amikor átélték már közülünk azok, akik akkor már a második világháború után legalábbis durván 10 évesen gondolkodni elkezdtek, és tudják és tudhatják azok, akik együtt ezt az országot 1989-90-ben átvittünk egy partra. Ezért nehogy utat vesszen valaki. Nehogy utat tévesszen valaki. Az ünnepség zárásaként koszorút helyezett el a Kossuth szobor talapzatán Gajda Péter polgármester, a három alpolgármester Kertész Csaba, Varga Attila és Vincek György, illetve dr. Benedek Szabó Andrea aljegyző az önkormányzat képviseletében, Kispest két országgyűlési képviselője, Burány Sándor és Hiller István, a megemlékezésen több párt képviselője, valamint civilek, egyházak képviselői is elhelyezték virágaikat a szobornál. Már a járványügyi intézkedések jelentősen enyhültek, továbbra is javasolja a maszk használatát dr. Kumin Marianna, Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató főorvosa, tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontokban, illetve olyan zárt helyeken, ahol nagyobb a tömeg. A vírus ugyanis továbbra is jelen van, és ezért a szakember mindenkit óvatosságra int. A főigazgató tájékoztatott arról is, hogy mivel késik néhány eszköz szállítása, a tervezetnél később nyitják meg az intézet készülő egynapos sebészetét. Ugyan enyhültek az elmúlt hetekben a járványügyi intézkedések, ugyanakkor a külföldi adatok, esetszámok arra figyelmeztetnek, hogy továbbra is jelen van a vírus, illetve a helyzet rosszabbodhat is az elkövetkező hetekben, mondta dr. Kumin Marianna, Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató főorvosa. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez mintegy magában hordozza annak lehetőségét is, hogy a leszállóág, az ötödik hullám leszállóágában vagyunk. Ez lassulni fog, ez nyilvánvaló. Körbenézünk, mindenhol ezt tapasztaljuk. Ahol a nagy szigorítást feloldották, ott utána újra emelkedett a fertőzési ráta. Ezt látjuk Belgiumban, látjuk Ausztriában, de mehetünk távolabb Kínában. Két nagyváros zártak le, úgyhogy Izraelben sajnálatosan új, ismeretlen vírustörzset azonosítottak. Tehát azt semmiképpen nem mondhatjuk, hogy a pandémiának vége. Semmiképpen. És ez ránk is vonatkozik. Tehát ugye kétségtelen jelen pillanatban még valamennyi, majdnem valamennyi paraméterében
a szennyvízadatokat, ha nézem, az új fertőződött, a kórházba került, gépen lévő, stb. Stb. Tehát valamennyi paraméterében enyhülés van, de ez jelentősen meg fog torpanni. És ennek nyilvánvaló oka ez a bizonyos lazítás, de van egyéb oka is, ugye elindul a tömegmozgás a világban, jönnek, mennek, utaznak az emberek, minden honnan újra a fertőzöttek beáramolnak mindenhova. Továbbá nálunk Magyarországon most jelentősen megemelkedett az influenzásoknak a száma, gyerekközösségben, óvodában, iskolában nagyon megugrott az influenza vírus okozta megbetegedések száma. Ez nem teszi könnyűvé az eldifferenciálást a koronavírus és az influenzás tüneteknek a precíz differenciálását, majd hogy nem csak PCR-teszt, az se az első igazolhatja, hogy mivel állunk szembe. Tehát, és akkor van egy harmadik tényező, amiről szintén beszélnünk kell, hogy itt van a menekült áradat. Egészen más az ottani beoltottsági arány, 35%-os az ukránoknál, és előfordulhat nyilván közöttük is, de ennek a tesztelése zajlik. Tehát ez protokollszerűen a befogadó helyekre csak úgy kerülhet, hogyha a Covid-ra szűrve vannak, tesztelve vannak. A szakember ezért mindenkit továbbra is óvatosságra int. Az az én személyes ajánlásom, ami miatt nyilvánvaló most én nagyon nem leszek népszerű, de én önkéntes módon javaslom a saját felelősségünk, a magunk, a családunk és mások iránti felelősségre alapozva, hogy a maszkot ne dobjuk el végleg. Jó? Szabályszerűen, ahogy erről én mindig beszéltem, talán akik nyomon követik az én velem való interjúkat, vagy a lakossági tájékoztatóban közölt, rendszeresen közölt információimat, vagy a Korona híradóba írt havonkénti részletes elemzéseimet, ők nem lepődnek most meg azon, amit mondok. Én tényleg mindenkor a maszk használat mellett kardoskodtam. 2 évvel ezelőtt, amikor az nem volt központilag előírt, sőt, akkor is mi gyártottunk és kommunikáltuk a világnak, hogy hordani kell, mert nagyon nagy jelentősége van. Most ugyanezt mondom. Tehát igazából azt javasolom, hogy 60 év feletti krónikus betegséggel bíró emberek, szeretném, ha a tömegközlekedési eszközön, bevásárlóközpontokban, zárt terekben, nagyforgalmú zárt terekben megfontolnák ezt a kérdést, és bátran felvennék a maszkot. Egyébként hadd mondjam, én pont tegnap vásároltam itt az egyik kispesti nagyobb élelmiszerüzletben, és olyan örömmel tapasztaltam, hogy egyrészt nem néztek rám, mint egy csodabogárra, hogy jé, ezen még maszk van, nem hallotta a híreket, stb. Másrészt, hogy többeken is láttam a maszkot, és ezt úgy megnyugvással nyugtáztam, hogy valóban az emberek értik, hogy itt még nincs vége, még velünk van. Velünk van a koronavírus, velünk van az influenza vírus. Fontosnak tartom mondjuk a oltást, hogyha valaki nagyon régen kapta, tehát mondjuk tavaly augusztusban kapta, vagy szeptember elején kapta, akkor ők igenis gondolják ezt végig. Intézetünkben, bár most már pont kiléptünk az akciós oltási feladatból, nem kijelölt hely az intézetünk, de minden héten, szerdai napon időpontfoglalásban zajlik az oltás. Az intézetben az ellátás lassan visszatér a Covid előtt megszokott rendhez, és folytatódik olyan jelentős szakmai munka is, mint a geriátriai előadássorozat. Most azt mondhatom, hogy úgy lassan visszatért a régi rend. Tehát egyre kevesebb a telemedicinális ellátás, de nem írjuk ki. Megvan ennek az előnye. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokat tanultunk a Covid-ból. Tehát vannak olyan ellátási formák, amik korábban nem voltak, most szabályszerűek, jogszerűek, és pont elegendők. És rövidebb időt vesz igénybe, és marad idő a új, valóban vizsgálatot igénylő
betegellátásra, nem veszi el az adminisztrációs ellátáshoz időt a tényleges betegellátástól. Visszaállítottuk teljes mértékben a csoportos kezeléseket, tehát az infúzió megy, a fizikoterápiás kezelések mennek, a csoportos tornák. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy visszatért a régi kerékvágásba az intézetünkben az élet. Ugye az elmúlt két év az sok mindenben leállított minket. Azonban idén folytatjuk például a geriátriai előadás sorozatunkat. Ez egy nagyon nagy dolog, akkreditált, elfogadott és nagyon magasan képzett professzorok, akadémikusok tartják az előadásokat. Nagy az érdeklődés ezekre az előadásokra. Ugye számomra mindig fontos volt az idős ügy és az idősügyi ellátás, és ezért éreztem nagyon fontosnak, hogy az orvos közösséget, tehát az alapellátó orvosokat és a szakorvosokat egy más szemléletű tudás birtokába helyezzük ezáltal a akkreditált, tehát kreditponttal járó képzési sorozattal. Ezt harmadik éve csináljuk, és hát idén most ugye online megy, az egyetlen év a tavalyi kimaradt, akkor valahogy nem került sor ennek a megszervezésére, ez ezért nem egy kis munka, de most idén megint folyik, már eddig két előadás volt, és ténylegesen én azt gondolom, hogy ez egy olyan sikertörténet itt az intézet életében, ilyenről nincs tudomásom, hogy bármely szakrendelőben vagy közkórházban ez zajlana. Tehát a szemléletet próbáljuk ezáltal módosítani az orvostársadalomnak, az asszisztenciának, a idős beteghez való viszonyulását akarunk ezzel változtatni. Ez nagyon fontos. Ez egy igazi sikertörténet itt a házban. Sok egyéb más is zajlik. Például azonnal reagáltunk a post-covid szindrómára, a long-covid tünetek. Itt a kardiológia, neurológia, tüdőgyógyászat ezzel nagyon komolyan foglalkozik. Mivel késik néhány eszköz szállítása, a tervezetnél később nyitják meg az intézmény készülő egynapos sebészetét. Nyilvánvalóan ez a Covid dolog és annak a gazdasági, világgazdasági vonzatai, ezek nem voltak előre kalkulálhatóak. Így aztán például Kínából ma érkezik meg, már a Riekában megérkezett múlt héten, és ma érkezik meg az intézetben mondjuk a lift, a teherlift, ami ennek elengedhetetlen része ennek a projektnek. Ennek a szerelési munkálatai, a beépítése elindul, ez két hét körülbelül, és utána az engedélyek, tehát a papírmunka, az engedélyeztetés, a többi az egy hónap. Ez az oka annak, hogy korábban vizionált időpont tolódik. Tovább megyek. Ugye megint csak a gazdasági negatív hatások okán, de erről azt hiszem lakossági tájékoztatóban is írtam, hisz mindig tájékoztatom a lakosságot a egynaposnak a státuszáról. Nagyon fontos, speciális feladatra szerződött fél, csődöt mondott, és nem tudta megcsinálni azt, amit vállalt. Ez a tűzgátló ajtó és tűzgátló ablakok. Két ilyen ajtó és három ilyen speciális tűzgátló ablakra várunk. Április közepén fogja, nagyon-nagyon nagy nehézség árán találtak új céget, aki legyártja, és ezért ennélkül szintén nem indulhatunk. Tehát hiába úgymond minden megvan. Jelenleg a szépítgetések, csinosítgatások, apró javítások, ja ez itt nem jót, akkor oda tegyük. Tehát ez zajlik. Mégis maga az egész indulás az ezért tolódik. Mert vannak olyan, ez a két terület, ami és ennek aztán az adminisztrációja, az engedélyeztetése tovább hát nyújtja az időt, az átadás idejét, zajlik a NEAK engedélyeztetés is. A főigazgató reményei szerint júniusban elkezdődhetnek a műtétek az új egynapos sebészeten. COVID-19 fertőzésen átesett kispesti gyerekek tanulási képességvizsgálatát végzi el a Forrásházban működő gyermekmentálhigiénia szakrendelés.
Elsőként a gyermek egészségügyi állapotára és tanulási problémáira vonatkozó kérdőív kitöltésére kérik a szülőt, ezt kiértékelik és az eredményt megbeszélik a szülőkkel. Szükség esetén fejlesztési tervet állítanak össze. Amennyiben a szülő igényli, a kapacitás függvényében képességfejlesztést biztosítanak a gyermeknek. Fél év múlva ismételt képességvizsgálatot végeznek, és a kapott adatokat összehasonlítják a korábbi vizsgálatok eredményeivel. Tünetek lehetnek a túlzott fáradtság, a koncentrációs zavar, vagy a visszaesés a tanulási teljesítményben. Kispesten számos téma és érdeklődési kör köré szerveződnek civil közösségek. Egyik közülük a Kispesti Kertbarátok klubja, amelyik immár több mint fél évszázada működik a kerületben. Találkozóikat többnyire a kispesti kaszinóban tartják, de rendszeresen járnak együtt kirándulni vagy látogatóba egy-egy távolabbi arborétumba. A klub, mint mindig, most is szeretettel várja a bekapcsolódni, illetve kikapcsolódni vágyókat. A kispesti kaszinóban találkoznak rendszeresen a Kertbarátok klubjának tagjai. A kaszinó melletti kertet is ők gondozzák, bár érdeklődésük és tevékenységük nem korlátozódik szigorúan a kertészkedésre. 1962 óta üzemel a Kertbarát klub. Az elején Dávid Miklós kertészmérnök volt a fémjel, ő fémjel ezt a kispesti Kertbarát klubot, és ennek folyamaként a Bálint György, aki nagyon jó barátja volt, haláláig ez tiszteletbeli tagja is volt a klubunknak. A baráti viszony az együttműködés nagyon jó több kerületi civil közösséggel, például a közösségi kertekkel vagy az átalakuló vekerlével. A találkozókat, melyekre a legkülönbözőbb témákkal foglalkozó előadókat hívnak meg, két hetente tartják, ennek időpontjairól telefonon is és az interneten is tájékozódhatnak. Akik itt Kispesten, Vekerlén vagy Kertvárosban kerttel foglalkozik, vagy urambocsár lakótelepen előkerttel, szívesen látjuk az előadásokon, és hogyha van ingerenciája, akkor be is léphet hozzánk. Jelenleg 75 tagot számlál a klub. Az éves tagdíj a nyugdíjasok számára is megfizethető. Úgy gondolom, hogy az egyik, nem akarok dicsekedni, de az egyik legjobb közösség itt Kispesten. Milyen szempontból a legjobb közösség? Hát amellett, hogy vannak klubfoglalkozások, meg kirándulások, egyéb időszakokban is szívesen társalognak egymással, meg tartják a kapcsolatot, és ez igazán jó a közösségnek. Aki számára érdekes lehet egy borsófesztivál, egy magbőrze, vagy szívesen nevezne be egy konyhakert szépségversenyre, vagy más pályázatra, vegye fel a kapcsolatot a Kispesti Kertbarátok klubjával a 0620-549-2525-ös telefonszámon, vagy a Kispesti Kaszinóban. Te hogy vigyázol bolygónk élővilágára? Ezzel a címmel hirdet rajzpályázatot az önkormányzat és a közpark a kispesti gyerekeknek. Óvodások, alsó és felső tagozatosok műveit várják. Pályázni A4-es méretben tetszőleges szabadkézi technikával készült alkotásokkal lehet, vagyis ceruzával, zsírkrétával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, filctollal, temperával is rajzolhatnak vagy festhetnek a gyerekek. Egy pályázó egy pályaművet küldhet be. Nevezési díj nincs. Az elkészült alkotásokat április 10-ig a rajzpályazat@kozpark.hu címre szkennelve, majd jó minőségű digitális JPG képformátumban kell beküldeni. A pályaműveket lehetőség van személyesen is leadni a közpark telephelyén vagy az önkormányzat portáján. Megnyílt Becski Leonóra iparművész tavaszi gardrop című kiállítása a Vekerlei Kultúrházban. Az 1920-as, 30-as évek art deco stílusát és hangulatát idéző romantikus, inspiráló, aprólékosan kidolgozott, mégis álomszerű akkarellek szinte fújják magukból a tavaszi szellőt. A képeket április 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Becski Leonóra iparművész, anyag- és öltözéktervező, képzőművész, illusztrátor és tanár. És nő. Romantikus, érzékeny, nyílt, mélyérzésű, megfigyelő típus. Tavaszi gardrop című kiállításával a Vekerlei Kultúrház a nőket köszöntötte nőnap alkalmából. Nagyon vártuk ezt a kiállítást, nagyon vártuk azt, hogy Nórival együtt dolgozzunk. Nagyon izgalmas volt feltenni ezeket a női portrékat, ahol egyrészt az arcok igézőek, a kézmozdulatok nagyon kecsesek, és a ruhák pedig egészen lenyűgözőek. Mindenki megtalálja a maga egyéniségéhez és lelkivilágához legmegfelelőbb ruhákat, és személyiségeket, és arcokat.
Első pillantásra divatképek, ruha, illetve divattervek függenek a falakon, de a tervezés, a hangulat megragadása és közvetítése, az akvarell festés művészetté alakul a textiltervező keze nyomán. Ez egy tavaszi kollekció, a színeiben, a kékekben, a sárgákban és a pirosakban látjuk a tavaszt, ami gyakorlatilag a három alapszín, és a kezetektől fogva a nőknek a nőszíne volt, Szűz Máriának a palástja, kék volt a ruhája, piros, és az arany háttérbe helyezték őt. Ez a színvilág tükröződik itt, és ezen a kiállításon egy gyönyörű női modellfigurák mögött, akik egyébként mintha táncolnának, és mozgásban vannak. Tehát nem egy statikus, mint az előbb említett Szűz Mária képek, hanem ezek a mai élő nők. Skoda Éva festőművész, a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület vezetője a felületek, a faktúrák gazdag kidolgozottságára hívja fel a figyelmet. Ezek nyomán szinte érezni tapintani lehet a csipkéket, a tollakat, az apró szőröket. Becski Leonora divat illusztrációi az 1920-as, 30-as évek Art Deco-jából merítkeznek. Képei a kortárs divatfotók kompozíciójához hasonlóan nem egész alakos nőket ábrázolnak, elnyújtott modelljei szemkontaktust tartanak a nézővel. Jó pár évvel ezelőtt, mikor az egyetemre jártam, akkor kaptam egy ösztöndíjat Hollandiába, és nekem ott az volt a célom, hogy divat illusztrációkkal szeretnék foglalkozni. És azon túl, hogy az ottani főiskolának a könyvtárát látogattam, és rengeteg divat illusztrációs anyagot találtam ott, és nagyon sokat másoltam, és tanultam belőlük. Emellett eljártam egy modern táncművészeti tanszékre is, volt a főiskolának egy ilyen tanszéke is, és őket tanulmányoztam, a mozgásukat, a táncosoknak a mozgását, és ebből a kettőből így összetevődött egy ilyen táncos stílus, tehát egy olyan illusztrációs stílus, amiben a táncmozgás is észrevehető, valamint a 20-as, 30-as évek illusztrátorainak a grafikai stílusa. A divat illusztráció egy grafikai festészeti műfaj, amely a látvánnyal hangulatot jelenít meg. A gazdag grafikai és festészeti eszközökkel a modell és az öltözék harmóniáját egyfajta életérzést igyekszik bemutatni. A lányok arcai pedig szintén a 20-as, 30-as évekből jönnek, valamint nagyon szeretem Reich Károlynak a grafikáit, ő neki nagyon szép és nagyon finom illusztrációi vannak. Mindazonáltal a hasonlóság az alkotóval magával feltűnő. A meleg, érzékeny, nyílt tekintet, amely keres és megragadja a néző tekintetét, Leonoráé. Mindig igyekszem mindegyik képből a maximumot kihozni, tehát van sokszor az, hogy félrerakok elkészül egy illusztráció, mondjuk félig, és én ezt így félrerakom, és később nyúlok hozzá, és akkor jövök rá, hogy mi hiányzik még róla. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat azért, hogy elkészül egy ilyen kép. A dinamikus hangulatú képek feltöltik a nézőt, lendületet adnak a napnak, a hétnek, az induló tavasznak. A kiállítást február 25-ig lehet megtekinteni a Vekerlei Kultúrházban. 170-en vettek részt az idei Kispesti Nőnapi és Nyugdíjas Sportnapon a Tihi Lajos Sportcentrumban. Délelőtt 80 nyugdíjas, délután 90 diák sportolt közösen. A gyerekek a Semmelweis középiskolából és a Gábor iskolából érkeztek. A Kispesti Nőnapi sportprogramot már 5-ször, a Nyugdíjas Sportnapot 4-szer rendezték meg. Az 5. Kispesti Nőnapi sportprogramot és a 4. Nyugdíjas sportnapot rendezték meg a Tihi Lajos Sportcentrumban. Délelőtt a nyugdíjasok, délután a diákok sportolhattak. Régóta várták a civilek, különösen az idősek, hogy elkezdődhessenek az aktív közösségi programok. Például egy ilyen sportnap. Köszöntőjében Leocki Zoltán, a Kispesti Sportközpont intézményvezetője elmondta, a korábbi nőnapi atlétikai verseny elnevezést azért változtatták meg, mert ez a nap nem a versenyről szól, hanem arról, hogy mindenki jól érezze magát, éljen egészségesebben és mozogjon. Vincek György alpolgármester azt emelte ki, hogy a nyugdíjas civil szervezetek tagjai között rengeteg az aktív, tevékeny hölgy, és arról is beszélt, hogy reméli, hogy a következő hónapok ismét a közösségi élményekről szólhatnak majd. Az ember ilyenkor tényleg csak azt kívánhatja, hogy maszk nélkül most már az utcákon, tereken is, maszk nélkül a boltban, végre felismerjük egymást, végre mosolyogni tudjunk egymásra, végre már élmény legyen a találkozás, hogy átölelhessük egymást.
egy-egy puszit adjunk egymásnak, szeretteinknek, úgyhogy azt kívánom, hogy ebből a kellemes élményből és a mai napsugárból bőven jusson, nem csak ma, hanem az év többi napján, és hogy legyenek egészségesek, legyetek egészségesek, és élvezzétek a nap minden percét, pillanatát. Hát ehhez szeretnénk mi is annyival hozzájárulni, hogy készültünk apró meglepetéssel és a közös sport élményével. Kertész Csaba, a polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az időskori sportolás évekkel is meghosszabbíthatja az életet. Mindig boldog, amikor ilyen csapattal tudok találkozni. Nem olyan rég találkoztunk a Vigadóban, ahol megbeszéltük a pingpongodást, megbeszéltük a sportot, egyebeket. Szerintem ez a Kispest ebben a beruházásban nagyon-nagyon nagyot alkotott. Látom azt esténként, délutánonként, hányan látogatják a Trigi Sportcentrumot, hölgyek, urak és az önök korosztály is. Azt kívánom, minél többet járjanak ide, minél többet mozogjanak, mert a mikorunkban a legfontosabb a mozgás. A rendezvény társszervezője a Kispesti Szenior Egészségmegőrző és Sportegyesület volt. Olá László elnök szerint a közös sportnap is jó példája annak az együttműködésnek, amelyről egy hónappal ezelőtt egyeztettek a nyugdíjas tagokat is soraikban tudó civil szervezetek képviselői. A sportnap résztvevői számos sportolási formát kipróbálhattak. Rövid idő alatt nagyon sokféle dolgot ki lehet próbálni, lehet vele játszani, lehetséges nyerni benne, de nem a nyerés a fontos, hanem a részvétel. Lesz petang, pingpong, csörpong, kislabdadobás, kézilabdadobás célba, aztán volt egy körgyaloglás, ez már meg is történt, az amotta nordic walkingosok gyakorlatoznak, hát körülbelül ezekből lehet választani. A lehetőségekkel éltek is az idősek, és aktívan töltötték a napot. Balázs Piroska, a segítőkész kispesti gondozószolgálat igazgatója pedig egészségmegőrző előadást tartott. Összesen 170-en vettek részt a nőnapi sportprogramon. Magazin műsorunkkal folytatjuk. Kossuth Lajos alakjára fókuszált március 15-i ünnepi beszédében Hiller István. Kispest országgyűlési képviselője azt mondta, hogy gondolkodásban, viselkedésben, szervezetileg, katonailag és politikai értelemben Magyarországnak előnyös, hogyha a nyugathoz tartozik. Ezt pedig most, 2022-ben feleleveníteni és a saját korunkba helyezni nagyon fontos. Hiller István ünnepi beszédét most teljes egészében megnézhetik. Kérem, nézzenek fel erre a szoborra. Látnak egy ismerős arcot. Még akkor is, hogyha közülünk már nincsen olyan, aki csak találkozhatott volna olyannal, aki őt magát látta. Kérem, nézzék meg ennek a ruházatnak a régmúlt divatját. Nézzék meg azt a szakálviseletet, amelyet közülünk már nem hord senki. Látják a kardot a kezébe, a másikban pedig azt a fejfedőt, amit megemelt a nemzet nagysága előtt. Nap mint nap elmegyünk, ilyen és hasonló az őseinket ábrázoló szobrok előtt. És helyes, hogy van olyan nap, amikor nem elmegyünk, hanem megállunk előtte. De mi a tisztelet, kedves kispestiek? Hogy kell értelmezni egy egyébként meglepően magas kort megélt embert, aki életében majd annyit töltött, mert kénytelen volt tölteni számüzetésben, mint amennyit élt a hazájában. 92 éves volt, amikor elköltözött ebből a földi világból, és életének első szakaszában valóban tömegekre tudott úgy hatást gyakorolni, ahogy a magyar szavakat egymás mellé tette. Mi a tanulság? Mi a tanulság közel két évszázad a reformkor után? Mi a tanulság bő egy évszázaddal azután, hogy ő elment?
Tudják, a történelem nem receptes könyv. Nem úgy van, hogy fölütjük, megnézzük, hogy mi történt akkor az 1848. évben, megnézzük, hogy mi a következőben, és aztán tudjuk, hogy nekünk mit hoz a jövő. De igenis vannak folyamatok. És ezeket átlátni, erről beszélni és közösen gondolkodni egy nemzet érdekében áll. Ezért tegyük ezt meg itt Kispesten, és remélem számos helyén ennek a hazának. Mert mindenütt, ahol magyar él, itt, a hazában, a Kárpát-medencében és bárhol a világon, ezen a napon, 48. március 15-e tiszteletére kokárdát viselnek a magyarok. New Yorktól Ausztráliáig, és Kispesttől Sopronig, és ez így helyes. Akkor viszont, hogyha összeköt minket, földrajzi távolságot figyelembe nem véve egy szimbólum, akkor van kötelességünk a szimbólum mellett közösen gondolkodni. Elsőként is érdemes felfedezni, hogy az, aki itt ránk néz a szoborról, és a társai nem csak a jövőbe néztek, hanem tudták is azt látni. Ezt az országot akkor a saját korába minden fenntartás nélkül a nyugathoz kívánták kötni. A szabadság és függetlenség eszméje, mindaz, amely vezérelte őket, a tudás megszerzése és továbbadása, az, amire fölhívták a figyelmet már évtizedekkel korábban, hogy vigyázó szemetek merre vessétek, az ennek az országnak és ennek a nemzetnek a nyugathoz való tartozását fejezte ki. Őszintén és abba híve, amit állam alapító első királyunk, Szent István a legbölcsebben kijelölt. Ezért mai magyarok, nehogy utat tévesszen bárki is. Nekünk, ennek a nemzetnek akkor jó, akkor tud jó lenni, hogyha nyugathoz tartozunk. Ami nem jelenti azt, hogy bárki ne nézzen a keletre. De mindazt, amit nekünk lehetőségként a sors megadott, azzal akkor tudunk élni, hogyha oda tartozunk. Van más tanulság is. Szintén nem receptes könyv tanulság, de olyan, amely hosszú évszázadok alatt bizonyságot nyert, ezért helyes, hogyha a magyar kimondja a magyarnak. A mi országunknak nem volt előnyös, és nem állt érdekében, hogy egy közös határa legyen Oroszországgal. Hívják azt bárhogy is a történelemben. Bármikor legyen az az ő korszaka, legyen az az a korszak, amikor átélték már közülünk azok, akik akkor már a második világháború után legalábbis durván 10 évesen gondolkodni elkezdtek, és tudják és tudhatják azok, akik együtt ezt az országot 1989-90-ben átvittünk egy partra. Ezért nehogy utat vesszen valaki. Nehogy utat tévesszen valaki. Sohasem voltunk olyan, mint Párizs vagy a Rajna-medence. Nem ez a kérdés, magyarok. A kérdés az, hogy a gondolkodásban, a viselkedésben, az odatartozásban szervezetileg, katonailag és politikai értelemben nekünk előnyös, hogyha az a mi hazánk a nyugathoz tartozik. Ezért ezt
2022. március 15-én emlékezve az elődökre feleleveníteni és a saját korunkba behelyezni nagyon is fontos. Mert bár helyes dolog, hogy megemlékezünk róluk, de akkor vagyunk méltók hozzá, hozzá és hozzájuk, hogyha képesek vagyunk, ahogy ők, hazában és nemzetben gondolkodni, és nem egyszerűen csak megemelni a kalapot, 20 percig megállni, hogy mi volt 1848-ban, hogy hogyan siratjuk a 49-eseket, hogy hogyan bánkódunk az emigrációba kényszerült hazánk fiai miatt, hogy milyen nagyszerű és bölcs dolog volt annak a kormánynak egy tagjától később, 15 évvel később kiegyezni. Amikor elmentek budapestiek a belvárosba, amikor látjátok a múzeumainkat, az operaházat, amikor felülünk az első föld alattira, az nem lett volna ő nélkülük, az ő áldozatuk nélkül, és anélkül, hogy valakik képesek voltak felismerni, hogy mikor kell azt mondani, hogy egyébként együtt kell gondolkodni. És ez a végső tanulság. Egyik magyar a másikra gyakran mondott olyat, amelyből nem személyes, hanem országos, sőt, nemzetet érintő baj lett. Ezeket feleleveníteni a tudomány dolga, ebből tanulni pedig a közösségé. Ezért kell, és legyenek is vitáink. Szép dolog, hogy ember és másik ember különbözőképpen gondolkodik. De úgy senki nem ünnepelhet 48-at, hogy ne tudja ennek az országnak a fejlődését, a polgárosodását, az és kizárólag az segíti elő, hogyha Magyarország a nyugathoz tartozik. Ezért büszke magyarként és büszke európaiként köszöntsük Kossuthot és Széchenyit, a március 15-eieket, Petőfit és nagyszerű társait, a börtönből kiszedett Táncsicsot, és aztán azokat, akiket elüldözött a hatalom, és Itáliában vagy éppen az Egyesült Államokban szolgálták a szabadságügyét. Most 2022. márciusában, választások előtt, amikor őszintén remélem mindenki lelkiismerete szerint és szabadon választhat, ezeket a kérdéseket nem elég feltenni. A nekik szóló tisztelet most, ebben az évben, március 15-én az is, hogy tudjuk ennek az országnak, ennek a nemzetnek hol a helye. És ezt egy olyan nagyszerű területen, Budapestnek egy olyan büszke kerületében, mint Kispest, öröm és megtiszteltetés volt elmondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dr. Jász Berényi József, a Milton Friedman Egyetem felnőtt képzési igazgatója, a Senior Akadémia alapítója előadásait minden alkalommal teltház előtt tartja. Legutóbb arról beszélt, mi okozza, illetve miként alakulnak át és bomlanak fel a nagy családok a 20.-21. században. Az előadás címe Ne korhold a nagymamát és a nagypapát volt. A családon belüli szerepek, így a szülők és a nagyszülők szerepe is átalakult az utóbbi évszázadokban. A 19. század közepéig a nyugati civilizáció emberei túlnyomó részt nagy családokban éltek, és a tagok, három, de nem egyszer négy generáció egy háztartáson osztozott. Ebben a leosztásban teljesen természetes volt, hogy a nagyszülők vigyáznak a gyermekekre, segítenek az ételek elkészítésében, és elvégzik azokat az ügyintézéseket, amelyekre a fiatalabbak nem érnek rá. Cserébe megbecsülés és hála övezte őket, és nagyon gyakran a szerető család körében hajtották örök álomra fejüket. Fogalmaz dr. Jász Berényi József gerontológus, a Senior Akadémia alapítója. Ez egy nagyon fontos kérdést érint ez az előadás, mert az én korosztályom, a középgeneráció nagyon gyakran bírálja, nagyon gyakran korholja
a nagymamát és a nagypapát. Nagyon sok minden miatt, de leginkább is ebben az előadásban ez fog előkerülni, amiatt, hogy a gyerekekkel keveset foglalkoznak. És én ebben az előadásban egy picit helyre tenném azt, hogy egyrészt, ha valaki egy nagy családban él, akkor nyilván inkább kell ezt a feladatot ellátnia, de akkor is lehet ok, amiért esetleg nem annyira aktív ebben a dologban. Viszont ha külön élnek, nagy Isten, több száz kilométerre, akkor ez reálisan nem lehet elvárás, és történetileg a család átalakulásán, a család fejlődésén keresztül mutatom meg, hogy mennyire más már egy nagyszülői szerep, mint ami mondjuk 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt volt. Mindenkinek fontos megértenie, hogy a jogi értelemben vett felelősség az 18 éves korral véget ér. Na most ugye, ha az én gyermekem gyermeket vállal, és itt jön a legfontosabb kérdés, akkor az az én dolgom, vagy az ő dolga? Ugye? Alapvetően az övé, és az ő felelőssége is. Ugye? Tehát nem azért vállal két ember gyereket, hogy majd a nagyszülők gondoskodjanak róla. Az csak egy plusz, az csak egy jó dolog, hogyha a nagyszülő azt mondja, hogy jaj, de boldog vagyok, életem legszebb pillanata, amikor látom, hogy megszületik az unokám, és röpülök a levegőben, és amit tudok, segítek. A legtöbb, különösen az anyukák ilyenek, hogy a legtöbb anyuka azonnal azt mondja, mondjad, mit kell segíteni, és én már ott vagyok. Ugye? Tehát a legtöbb ember automatikusan ilyen. De ezt kötelező érvénnyel elvárni nem lehet. Van, aki nyugdíjas korára elfárad. Van, aki beteg, és olyan is van, hogy valaki még aktívan dolgozik. Akad olyan nagy szülő is, aki végre boldogan él hobbijának. Például utazik, és ezért nem tud a következő generáció nevelésében segíteni. De van, aki egyszerűen csak nem családcentrikus. A határokat, saját határait minden nagyszülőnek joga van magának meghúzni. Tehát mi az, amit tudok vállalni, és mi az, amit nem. És ezt nem akkor kell már, amikor a gyerekek elkezdenek nőni, hanem a legjobb eset az, amikor ugye kiderül, hogy a lány, a mi lányunk, vagy ugye a fiunk lánya, az terhes, és akkor leülünk beszélgetni, és akkor megbeszéljük, hogy ki mit tud segíteni. Ez a legoptimálisabb szituáció, és én erre hívom fel a figyelmet, hogy a nagy boldogságban, flow-ban, amikor ugye visszük az ultrahang felvételt, akkor erről se feledkezzünk el. Most feltetik a kérdést, hogy hát mi együtt élünk egy háztartásban a gyerekekkel, akkor mi a teendő? Hát az egész más. Hát ott nyilván akkor, ha együtt élünk, akkor ott sokkal többet kell. Hát természetes, mindannyiunk akkor, mindannyian oda tesszük magunkat, mindannyian ott vagyunk, felelősek vagyunk egymásért, vigyázunk egymásra. Tehát én azt hiszem, hogy ott, ahol még megmaradt a nagy család, most mondok egy ijesztő számot, nagyvárosokban a családok 7%-a maradt nagy családi életformában. Tehát emlékeznek, Horthy korszak vége, világháború eleje, 70-80% nagy család, mostanra 7% a nagyvárosokban, a kisebb településeken, falvakban 20%. Tehát már a falvakban sem élnek nagy családban az emberek. Már megyek a falusi utcán, és minden ötödik házban látok csak nagy családot. Nagyjából minden másodikban magányos idős embert látok, akik nagyon kevesen látogatnak, és hát a maradék meg mindenféle ember. Ugye? De nagycsaládi forma az nagyon ritka már faluban is. Rengeteg a magányos nagyszülő, aki viszont nagyon örülne annak, hogyha ott lenne egy ilyen unokája, és nagyon sok helyen, ahol járok az országban, ott vannak is ilyen szolgálatok, hogy a nagyik jelentkeznek, és akkor tanulnak a kisgyerekekkel, adott esetben ez egy segítő dolog lehet. De annyiban is átrendezi ez a helyzetet, hogy én azt gondolom, és ez, amit mondok, ez teljesen politikától független, mert szerintem az, hogy ki szeret nagycsaládban élni, vagy ki nem szeret, az teljesen független a politikai nézetektől. Szóval, hogy szerintem mind a helyi világ, mind pedig az országos világnak arra kéne törekednie, hogy ezeket a nagy családokat valahogyan helyre tudja állítani. Én ugye elég sokat járok Olaszországba, és Olaszországban is a középső és déli régiókban mindig ilyen nagymama irányított családok vannak, és nagyon jól működnek ezek a családok. Úgy működnek, mint ilyen kis helyi sejtek. Úgyhogy ezeket én nagyon szeretném viszont látni Magyarországon, mert Magyarország is így élt sok évszázadon keresztül. Jászberényi József egy könyvet is hozott magával, legutóbb megjelent írásának címe Idősügyi kérdések Magyarországon.
De ennek azért ez a címe, mert én nem az idős politikáról szólok ebben, hanem a valódi problémákról, tehát a demenciáról, a pszichológiai problémákról, az elesés elleni küzdelemről, mert én szerintem ez az igazi idősügy. Tehát az igazi idősügynek ezekkel kell foglalkoznia. Ez rövid esszéket tartalmaz, és szerintem pont egy este lefekvés alatt az ember egyet-kettőt el tud olvasni, és nagy örömömre a Civil Út Alapítvány, ami non-profit alapítvány, ugye ez állt a dolog mögé, és nagy örömömre ezt ők kiadták. A könyvben gyakorlati tanácsok, egyéni probléma megoldások szerepelnek, amellett, hogy a szerző foglalkozik az időskor jellemzőivel, nehézségeivel is. Annak érdekében, hogy mégis hétköznapi derűt és ne az idő múlása feletti fájdalmat jelentsen, feltétlenül mindez. A mű azt is tudatosítja az olvasóban, hogy nincs egyedül, és hogy az idősödés önmagában véve is egy nehéz feladat, amelyhez komoly lelki erő kell. Lassan elindul a kertészeti szezon. A növényeket szerető vagy saját termésre, virágos kertre vágyókat várták magbőrzével és családi kertészeti programokkal a Vekerlei kispiacon. Az érdeklődőket Mirek Barbara kertészmérnök, ökoszemléletű növényorvos értékes tanácsokkal és különleges magokkal látta el, a népszerű Bábos-Babos Eszter pedig a legkisebbeket szórakoztatta, miközben gyűltek a kosárban az adományok az Ukrajnából menekülőknek. Lassan elindul a kertészeti szezon. Szinte mindenkit, de legalábbis láthatóan egyre többen és többen keresik a szabadtéri tevékenységeket. Azért, hogy kedvünkre, de mégis szakszerűen lássuk el növényeinket, vagy a minket körülvevő zöldet, az átalakuló Vekerle magbőrzével egybekötött kertészeti tanácsadással várta a családokat a szombati kispiacon. Mi nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült itt lenni a piacon, és egy programot szervezni együtt a lakókkal. Azért ez volt nagyon jó, hogy annak ellenére, hogy mindenki nagyon fáradt, és nyilván a nemzetközi, a háborús helyzet, ez nagyon, nagyon sok szorongást okoz az embereknek. Láttunk, hogy tök jó volt az embereknek egyrészt ebbe segíteni ezt létrehozni, ezt a magbőrzét, meg kertészprogramot, meg az, hogy tudnak együtt lenni egy kicsit itt a piacon. Az ide rendszeresen járó vásárlók döntő többsége komolyan veszi az egészséges táplálkozást, hiszen tisztában van azzal, hogy ez a szemlélet nem csak az egyén, de a glóbusz védelmét is szolgálja. Valószínűleg ma még a tudatos fogyasztók vannak kisebbségben, de erejüket, elszántságukat bármikor megerősítheti egy-egy ökoszemléletű foglalkozás, amilyen például itt a kispiacon is működik, az Ökokörkamra. Az Ökokör az egy nemzetközi mozgalom, amit a Tudatos Vásárlók Egyesülete promótál itthon Magyarországon, és arról szól, hogy ezek tanulócsoportok tulajdonképpen két témában, egyrészt a tiszta otthon, tehát a takarítás témájában, másrészt az ételkészítés, fogyasztás, konyha témájában. Itt a mögöttünk látható Ökokör kamra, az pont ez a konyha étkezés témát öleli föl, és itt arról van szó, hogy a helyiek, akik érdeklődnek ez iránt, hogy egy picit egészségesebben, bolygóbarátabban, hulladékmentesebben étkezzenek, szezonálisan főzzenek, azok elköteleződnek egy ilyen hat alkalmas tanulócsoportban, hetente találkozunk egyszer, és egy munkafüzet segítségével, amit a Tudatos Vásárlók Egyesülete állított össze, feldolgozzuk a különböző témákat, és egymástól is tanulunk, tippeket adunk át, hogy te hogy csinálod, neked mi jött be, én itt elakadtam. Tehát igazából ez egy ilyen közösségépítés is, és amellett a tudatosságunkat is fejleszti. A találkozók a közösben zajlanak. A következő 6 héten át tartó Ökokörkamra program március 22-én indul. Az egészséges életmód, a környezet tudatos, illetve a környezet kímélő életmód, vajon pénztárca kímélő is-e? Én azt gondolom, hogy abszolút. Abszolút. Az étkezés is mindenképpen, de a tiszta otthonnál meg egyértelműen látszik, hogy nem kell annyi takarítószert vásárolnunk, mert sok minden megoldható ecettel, meg szódabikarbónával, meg mosószódával, és ez szinte mindent ki tud váltani. Úgyhogy innen nézve mindenképpen, onnan nézve is az étkezés tekintetében, hogy a kevesebb irányába kell elmozdulnunk.
Tehát minőségibb, de kevesebb. És lehet, hogy akkor ez nagyságrendekkel nem jelent nagyobb spórolást, de többe se fog kerülni. Még akár úgy sem, hogy bio élelmiszereket választunk a korábbiak helyett. Érdemes például azt is átgondolni, melyik fűszernövényt, zöldséget érésének, növekedésének milyen stádiumában a legjobb fogyasztani. Vegyük csak például a mikrozöldeket. Ezek apró kis növények, amiket mi komposztföldbe ültetünk. Ott megnőnek a kis téli kertünkben 1-2 hét alatt, és utána levágjuk, és tele vannak vitaminnal, kirobbannak az egészségtől, ami a csodálatos, hogy foglalkozni is öröm velük, és szerintem fogyasztani is nagyon jók mindenféle hidegételhez, szendvicsekhez, de akár sültekhez is, egy rántottához. A tányéron milyen gyönyörűen néz ki egy kis lila retek, vagy egy zöld mustára a köret és a hús mellett, vagy akármilyen más ételhez is. Ezeknek körülbelül 30-szor akkora a mikroelem és egyéb beltartalmi értéke, mint a kifejlett növénynek, meg hát csak gondoljon bele, tehát karalábi levelét az ember nem szívesen eszi, még ennek pontosan olyan íze van, mint egy karalábénak, és a beltartalma pedig egész más. Hangsúlyozta, hogy a komposztföldbe teszik, van-e ennek jelentősége? Annyi jelentősége van, hogy nem ezt a műfajt, ami a csírázást követően, tehát ugye a csíra ugye egy vizes oldatban nőnek a növénykék, ezeket, hogy el is ültetik és kihajt, sokan csinálják akár tőzeggyapoton, tőzekben, meg teljesen mesterséges táptalajon is. Mi ezt saját udvarunkba berendeztünk, egy nagy komposztot, és amikor leterem a föld, azt oda kiöntjük, és egy évet körülbelül vár, és lebomlik a gyökérzet, egyebek. Tehát ilyen szempontból ugyan biominősítésünk nincsen, de mégis csak természetes anyag az, amit ők felhasználnak a növekedésükhöz. Az apró növénykék tehát nem csak színükkel, szokatlanságukkal dobják fel a hétköznapi fogásokat, hanem vitamin és ízbombaként is szolgálnak. A növényekről, termesztésükről, a palántázásról további hasznos tanácsot kaphattak a látogatók Cseperkálóné Mirek Barbara, ökológiai szemléletű növényorvostól. Leginkább az érdekel most mindenkit, hogy mikor, mit, hova lehet már végre elvetni, elültetni a kertbe. Egy kicsit még csillapítani is kell a kertésztársakat, mert most már én paradicsomokat hoztam zömmel, ugye, mert tájfajta paradicsom kutatással foglalkoztam évekig, és hoztam vagy 60 féle tájfajta paradicsom magot, és egyből mindenki vetné is, de még egy kis türelemre intettem a kertársakat, mert hogy még most azért egy kicsit várnunk kell, még azzal is, hogy a szobába is vethessünk, de azzal is, hogy kintre már azért mehetnek az ilyen hidegtűrőek, de még azért ott is érdemes egy picit várnunk. Körülbelül mikor kezdhetünk el nyüzsögni kertben, illetve kint? Hát a nyüzsgést azt mondanám, hogy azért még egy-két hétre arrébb tenném a nagyon nagy nyüzsgést. Mondom, aminek neki lehet állni, azért már a száraz ágakat, leveleket eltávolítani, egy picit így ébrezgetni, kiszabadítani a hagymás növényeket, azt most már mindenképpen érdemes, esetleg tényleg a hidegtűrőeket elvetni, karalábét, sárgarépát, petrezselymet, tehát azok most már így mehetnek, hagymafilék, dukhagyma, retek, spenót, sóska, azokat most már tehetjük kifele a földbe, de érdemes még egy picikét várni, aztán a meleg igényesebbekkel. A bizonytalan gazdasági helyzet hívja vissza az embereket a természetbe. Sokan látják a biztonságot abban, ha maguk termelik meg betevőjüket. És valóban, a bizonytalanságról nem feledkezhetünk el itt sem. Itt a kis piacon is, miközben a kicsiket szórakoztatta, a rászorulóknak, az ukrajnai menekülteknek gyűjtött adományt a kerület kedvenc bábosa, Babos Eszter. Tehát nem nagy dolgokat viszünk innét most el, nem teherautónyi méretű adományra számítottunk, hanem csak akik tényleg kijönnek, gyerekek, elhelyeznek ebbe a kis kosárkába egy kis édességet, egy üdítőt, egy bébiétet, akár egy levelet, egy rajzot azoknak a gyerekeknek, akiknek most szintén nagyon nagy szükségük van a szeretetre, és egy kis odafigyelésre és törődésre, hiszen nagyon, nagyon szörnyű dolgokon mentek keresztül. És hát rendszeresen járok ki itt a helyi szállókon, ahol befogadtak kisgyerekes családokat, a legtöbbet talán a Gyáli úti szállóra megyek bábozni a gyerekeknek, meg mesélni nekik, illetve hát idáig a Cserkesz utcain is voltam kétszer, de tudomásom szerint az most
nem tud már fogadni gyerekeket a jövő héttől fogva, tehát családokat, illetve hát keresem még az ilyen lehetőségeket, ahol összegyűjtötték azokat a sok-sok kisgyerekkel rendelkező családot, akiknek most úgy gondolom, hogy a testi táplálékon kívül egy kis lelki táplálékra is szükségük lehet. Úgyhogy nekik fogom eljuttatni azt a kis szeretett csomagot, amit az ide kijött családok, gyerekek, felnőttek gyűjtöttek össze. A békei szeretett kosár már délre megtelt adományokkal. Ez a zöld környezetvédelem, a más jellegű társadalmi felelősségvállalást, ez mindig magunkénak éreztünk, most is, és ha lehetek nagyon őszinte, nagyon-nagyon elfáradtunk, nagyon. Ez egy, nyilván a Covid alatt mi indítottunk a maszkvaró csoportot, itt le kellett telepen, indítottunk a kertészkedési csoportot, ez a Zöldtárs Budapest csoportot, és maga a közösben, mint a közösségi szövetkezet, mi vittünk ezt a helyiséget, ami azon kívül, hogy tudod, gyakorlatilag környezeti szempontból nagyon jól működik. Nagyon sok kisebb programokat tudtunk hozni térítésmentesen a lakosságnak. Ezért nagyon fárasztó időszak volt mindenki, most mindenki próbál újra lábra állni, hétfőtől nem lesz maszk, jó lesz újra lélegezni, és igen, lesz minél több ilyen program itt a piacon. A programot az átalakuló Vekerlei Közösségi Szervezet szervezte Kispest önkormányzatának megbízásából. Ékszerek fonalból. Hatala Erika workshopján vehettek részt az érdeklődők a Vekerlei Kultúrházban. A textil ékszer készítő pólófonalból alkott nyakláncokat, karkötőket és fülbevalókat az elterjedt fonási csomózási technikákkal. Nyaklánc vagy fülbevaló pólófonalból. A textilből készült ékszerek elsőre talán még szokatlannak tűnhetnek, pedig nagyon dekoratív, egyedi és különleges kiegészítői lehetnek a ruhatárnak. Hatala Erika textil ékszer készítő workshopján vehettek részt az érdeklődők a Vekerlei Kultúrházban. 2 éve kezdtem el foglalkozni kislányommal, időtöltés, szabadidőtöltés kapcsán nézegettük, hogy mibe foghatnánk, mert ő is nagyon szeret kézműveskedni, és rátaláltunk egy ilyen videó felvételre, és az otthon talált pamutpólókat bevetettük ennek kapcsán, és elkezdtünk ékszereket készíteni. És ez már a kezdetén tudatos volt, hogy ékszereket szeretnétek a textilből készíteni, mert hát ez egy nem mindennapi dolog, azért valljuk be. Pont amilyen videót néztünk, ékszerkészítés mutattak be, de most már azért látjuk azt is, hogy nagyon sok lakástextil kiegészítő ünnepekre való tematikus dísztárgyakat is lehet készíteni, úgyhogy első körben az ékszerek voltak, a befutók, és utána szépen néz előttünk, és gyarapodott a kis termék paletta. A textil ékszer legnagyobb előnye, hogy bőrbarát, a legjobb választás, ha valakinek fémallergiája van, vagy csak egyszerűen irritálják bőrét az ékszerek. Megmaradt anyagokat felhasítják, és gombolyagba gurigatják, és ez egy teljesen újra hasznosított környezetbarát dolog, ami nem annyira ragasztott, azt lehet mosni is, úgyhogy általában a termékeimet lehet mosni is, úgyhogy a kisgyermekesek előnyben, mert én kb. Hetente többször mosom azokat az ékszereket, amit a kislányom is fölvesz, úgyhogy hoztam ilyet is. Ennek nagyon sokféle textúrája van, majd látni fogjátok, hogyha dolgoztok vele, hogy melyik kényelmes, melyik nem, egy picit műszálasabb van, picit pamutabb, vékonyabb, vastagabb. Van olyan, amit félbe szoktam vágni használat közben, mert sokkal jobban kijön a mintája. Úgyhogy nem tudom, nézegessétek meg a színeket, mi tetszene, és aztán meg tudjátok nézegetni, hogy melyikkel kezdenétek. Ez sima csomózással van, ez, ami rajtam is van, levágunk egy darabot, összegörgetjük gyöngybe és felfűzzük, ez pedig ilyen makramészszerű csomózás. Ez pedig ugyanúgy összegombolított szálak, és a legvégén elkötés, és teszünk hozzá egy hosszabb, rövidebb nyakpántot, mert ezt lehet hosszabban is hordani, nagyobb medállal, kisebb medállal, és ezt is föl lehet tenni. Ez pedig apró-apró, sok-sok csomózással készül, de lehet hosszabb szálakat is hagyni, én amikor ezt csináltam, akkor ilyen rövidebb tüsire hagytam. És ezek mind, ez a két anyag, ez pólóanyag, tehát ez a szétszincált otthoni pólókból készült, ezek pedig pólófonalanyagok. Az ékszerek elkészítéséhez most már abszolút pólófonalat használok, amit nem én állítok elő,
És igen, ez egy folyamatos tanulási folyamat, mert nagyon sokféle textúrájú pólók vannak gombolyosítva, és nem mindegyik működik egymás mellett, úgyhogy igen, kezdem, és ezt folyamatosan tapasztalom is, hogy melyik anyag melyikkel kompatibilis, melyik fog jól kinézni, melyikből mit lehet csinálni, és emellett ugye a workshop tevékenységeket, illetve az apró kiegészítőket pedig a megmaradt nem méteres anyagokból, hanem a fél méteres anyagokból, kisebb darabokból, sőt, azt még fölvágva, mert ugye egy fülbevalót nem 3 méterből csinál az ember, tehát igyekszem felhasználni az anyagokat. Az ékszereket abszolút mindig pólófonalból készítem, vásárolt gombolyakba. A gyermekek részére, hogyha olyan technikát csinálunk, akkor a pólót szabdaljuk föl, bemutatva mindezt, hogy tudnak otthon ők is környezettudatosan, hasznosan eltölteni időt és felhasználni megmaradt anyagokat. Erika az elterjedt fonási csomózási módokat ötvözi saját ötletekkel. Teljesen magamtól egyedül kezdtem el, és először csak otthon ugye magam módján kezdtem az ékszereket készíteni, de aztán láttam, hogy környezetemben is tetszett egy-két embernek, és hát a családom támogatása is szükséges volt ahhoz, hogy ebbe belevághassak, mert szabad kezet kaptam, és most kipróbálhatom mindezt, egyéni vállalkozóként dolgozom, úgyhogy most már tartok gyermekeknek és felnőtteknek, iskoláknak is workshopot, kérésnek megfelelően, hogy mondtam, hogy tematikus ünnepekhez igazodva, évszakokhoz igazodva, nőnapi workshop, anyák napi workshop, úgyhogy így külön lehet készülni korosztályoknak, kicsiknek és nagyoknak, kamaszoknak. Úgyhogy most ez megy, és az ékszerkészítés, amivel járok kiállításokra, igényfelméréssel szoktam indítani, ahova megyek, mire készülünk, hány éves gyermekek, és bemutatjuk ugye azért a környezettudatosság mellett azt is, hogy ezt otthon is maguknak is pólókból elkészíthetik, illetve vásárolható fonalakból is, és ennek mentén találok ki olyan technikákat, kis alkatrészeket, ami leköti őket. Van, akinek 20 perc elég, valakin 10 perc után föladja, úgyhogy ezt figyelembe kell venni. De beszélgettünk a lányokkal, hogy akin látjuk, hogy már nem vevő, elfárad, akkor én ott szoktam adni az anyagot, az alapokat, és otthon befejezik. Tehát ez abszolút igény szerint, meg képességeknek megfelelően szoktam készülni a külön workshopokra. Az biztos, hogy sosem készül két ugyanolyan ékszer, ezért biztosan nem találkozhatunk a nyakláncunk vagy a karkötőnk pontos mássával az utcán. Zenével, nótaszóval, indulóval és érzelmesebb darabokkal is köszöntötték a tavaszt a kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola művészpalántái hangversenyükön a Vas Lajos Általános Iskola tornatermében. A koncertet az igazgató Pajer Henrik betegsége miatt Bíró Rudolf és Bonet Zoltán vezényelték. Szimfonikusok, vonósok, fúvósok, ütősök, szólóban és együttesben, zenészek és táncosok, valamennyien a zene, a művészet elkötelezettjei. A kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai adtak örömkoncertet a Vas Lajos iskolában, csalogatva a tavaszt, búcsúztatva a telet. A zenével való foglalkozást nem lehet elég korán elkezdeni. Mióta néptáncoltok? Például te mióta néptáncolsz? Nem tudom. Mióta néptáncoltok? 2 éve. És már rögtön együtt kezdtétek a testvéreddel? Én kezdtem előbb. Te kezdted előbb? És szerettek néptáncolni? Igen. A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek, zene nélkül nincs teljes élet, olvasható Kodály Zoltán gondolata az iskola honlapján. A táncot egy Martha Graham-től vett idézettel definiálják. A tánc a lélek rejtett nyelve.
Az oktatásra pedig azt vallják, lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaittól. Mit ad a zene, akár gyerekkorban, akár felnőtt korban? Tehát miért fontos zenét tanulni? A zenének nagyon sokfajta pozitív hatása van. Fontos például már az, hogy óvodában a gyerekek sokat énekeljenek. Sajnos itt látszik az, hogy egyre kevesebben énekelnek, kevesebb zenei élményt szereznek az óvodában. Ez később az oktatás során is akkor nehezebb a gyerekek számára ezt elsajátítani. Tehát ezt minél korábban teszik meg, hogy kapcsolatba kerülnek zenével, énekelnek. Az nagyon sokat segít a fejlődésükben. De ugyanúgy a motorikus fejlődésnek is ideje korán ki kell alakulni, hogy utána a zenetanulásnál ezek ne jelentsenek akadályt. A zene egyébként később is sokat segít. Az oktatás, a zenei oktatás a hagyományos tárgyak megtanulásában, megértésében, elsajátításában is segít. Tanulási folyamatokat tanít meg a gyerekeknek, a koncentrációt, a fegyelmet. A zene mindenre, és sok minden másra is jó még. A zene érzékenyít, nyugtat, ellazít, de hevít, vitalizál, ha úgy hozza az élet. Miért pont a hegedű? Ez egy érdekes kérdés, mert tulajdonképpen bementünk a zeneiskolába, és ki volt írva egy hegedű, anyukám megkérdezte, hogy hegedű jó lesz, mondtam, hogy jó, és akkor azóta az így megmaradt. Van-e esetleg úgy, hogy nincs kedved próbálni? Tehát, hogy mennyire nehéz minden nap, gondolom minden nap próbálsz rávenni magadat, hogy próbáljál? Hát tulajdonképpen persze mindig vannak olyan napok, amikor nincs kedvem, vagy olyan hangulatban vagyok, de általában nem tudom, kikapcsol a hegedű. Szóval ez jó arra ilyen stressz levezetésnek, vagy hasonló. Az alapfokú művészeti iskola több éven át ad lehetőséget arra, hogy a diákok mélyítsék zenei tudásukat, ápolják kapcsolataikat. A tanár-diák viszony nem a hagyományos értelemben működik az intézményben, hiszen sok esetben a zenekari fellépések során a gyerekek és a felnőttek kollégákká válnak. Mi nehezebb, zenekarban együtt mindenkivel alkalmazkodva játszani, vagy pedig szólózni, amikor mindenki téged figyel? Hát mind a kettőnek megvan a előnye, hátránya, de hát jobban szeretek zenekarban játszani, mert ott úgy van egy ilyen közösség, meg lehet együtt ott szórakozni, meg nem tudom, ott jobban lehet együtt lenni. És hogyha hibázol, akkor az jobban kihallik? Nem, de nem ezért, mert hát akkor is hallatszik igazából, hogyha hibázol, szóval mindig mindenkinek jó, hogyha megvan a darabja hibátlanul, és akkor úgy lehet előadni. Mi a legnehezebb akkor a xilofonon való játszásban? A legnehezebb, egyrészt az elméleti része, mert olyanokat szolfézs órán szoktunk, mert ilyenkor van egy külön óra minden héten, és még nehéz, amikor ki kell állni és el is játszani emberek előtt. Lámpalázad van most koncert előtt? Azért van egy kicsi, igen. A pandémia éppen csak véget érni látszik, Európa vagy talán az egész világ egy újabb komoly megmérettetés előtt áll. Szükség van ilyen időkben a lélekemelésre, a belső utazásra, a zenei hangokra, a szépségre és a valódi értékekre. Olyanokra, amelyek nem széjjelebb, hanem közelebb hozzák az embereket egymáshoz. Egy hangversenyen ülve, Piazzolát vagy Schubertet hallgatva, még a nehéz helyzetben is képesek lehetünk megpihenni és pozitív érzésekkel fordulni a közelgő várva várt tavasz felé.
Az aktuális beszámolók után most válogatást láthatnak az elmúlt időszak riportjaiból. Kossuth Lajos a magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja. Számos teret, utcát, hidat, egy rádióállomást, sok általános és középiskolát, egyetemet, sőt még díjat, cigarettát és két kisebb amerikai várost is elneveztek róla. Első köztéri szobrát Siomaroson avatták fel, azóta pedig szinte minden városban van Kossuth szobor. Kispesten a róla elnevezett téren áll Kossuth Lajos szobra, amelyet az idén is megkoszorúzott a városvezetés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve. Amióta csak 1871-ben Kispest községe megalakult, fontosnak tartották a kispestiek, hogy helyben is megemlékezzenek Magyarország egyik legnagyobb ünnepéről, az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A sokszor több órás, az eseményeket felidéző megemlékezéseknek eleinte kisebb vendéglők szolgáltak helyszínül. Majd Kossuth Lajos 1894-ben bekövetkezett halála után megfogalmazódott az igény arra, hogy közadakozásból gyűjtött pénzen szobrot állítsanak a politikus emlékének. Végül vagyunk álmán át ennek a szoborbizottságnak az élére. Ugye az, hogy megalakul egy bizottság, az azt jelenti, hogy hivatalossá válik. Tehát maga a község is elkezd mögé állni, először csak kisebb összegekkel támogatja, aztán később Brandner Pál, az akkori főjegyző, beépíteti a költségvetésbe a szobornak a elkészítésére szánt összeget, és az éves szinten aztán megjelenik a községnek a költségvetésébe. A felkért szobrász az a Hiből József, aki a Hősök terén álló első világháborús emlékművet is megalkotta. Maga is kispesti volt. A szobor elkészülte azonban a vártnál hosszabban húzódott, mert Hibőt behívták katonának. Később készült el ugye a szobor, a felavatását is tolni kellett, és akkor jött aztán a következő, jó, hova helyezzük ugye a szobrot. Első időszakban azt gondolták, hogy a templomtérre fogják elhelyezni, de aztán ment a húzavona, ami mindig elő szokott fordulni ilyen szituációkban, és akkor kijelölték a piacteret. De azért azt képzeljük el, hogy akkor a piactér, az tényleg piactér volt, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy annyira rendezett lett volna. Ugye, hát még az egész világ nem volt annyira rendezett. Azért itt működött ugye a Flóra, a Mutzebacher-nének ugye a sátormozia. Tehát ez egy olyan érdekes találkozó hely volt itt az akkori piactér, és akkor kijelölték, hogy hova. Hiába jelölték azonban ki a helyet, a szobor végül nem oda került. A mostani helyét, ahová eredetileg is szánták, akkor nyerte el, amikor az országzászló került a tér Szabó Ervin utca felüli oldalára. Nagyon érdekes volt maga az esemény, tehát ahogy fölavatták. Egyrészt földíszítettek mindent. Tehát minden oszlopon, mindenhol lógtak a zászlók, a Kossuth címer, minden módon előkészítették. Van egy belépőjegy, ami ugye mutatja, hogy kell ide megérkezni, mert csak úgy, hogy így eszébe belépőjegy volt hozzá. Van egy meghívó, aminek az alján oda van írva, hogy mindenkit kérnek, hogy az ünnepség előtt fél órával jelenjen meg, foglalja el a helyét, pedig abban az időben még nem is volt sajtó, meg televízió, meg semmi ilyesmi, de azért megkérték, és tényleg valóságosan megadták a módját annak, hogy ezt a szobrot 1911. június 11-én föl tudják avatni. Az eredeti állapotban a szobrot egy kokárdát mintázó vaskerítés vette körül, de ezt később elbontották. A kispesti Kossuth szobor az ország 65. Kossuth szobra. A mindennapokban ugyan könnyen elmegyünk mellette, de évente legalább egyszer a március 15-i koszorúzás alkalmával lehetőségünk nyílik arra, hogy elődeink céljait, tetteit felidézve átgondoljuk gyökereinket, és átörökíthessük múltunkat a jelenen keresztül a jövő generációi számára. A válsághelyzeteknek, így a koronavírus járványnak is lehetnek pozitív hozadékai a személyiségfejlődésben. Ezt mondja dr. Simon Lajos, a Forrásház szakmai vezetője. Pandémiás sorozatunkban őt is megkérdeztük arról, hogyan viselkedik az egészséges lélek a járvány okozta veszélyhelyzetben. Félelem az ismeretlen veszélytől, aggodalom a szeretteinkért,
magány a mindennapokban, riadalom a társadalomban, rossz hírek a médiában, soha nem látott intézkedések világszerte. Egy rövid lista arról, mi vesz minket manapság körül. De létezik egy pozitív szemléletű lista is, ugyanerre az időszakra és ugyanerre a helyzetre vonatkozóan. Ha már megismertem magam, akkor már gyakorlatilag nyert ügyem van. Tehát már tudom, hogy bizonyos helyzetekben én hogy fogok reagálni, mert teszteltem, és én élesbe teszteltem, hogy én magam mire vagyok képes, ha nagy baj van. Ez egy óriási dolog. Az önismeret az, amit egy életen át gyakorlunk, tökéletesítünk, vagy legalább igyekszünk egy kevéssé szert tenni rá. Hiszen önismeret nélkül a világ könnyen válhat bárki számára egy kaotikus, ellenséges helyé. Békeidőben az önismeretet szervezett tréningeken lehet tuningolni, most azonban a mindennapokban, akár minden percben adódik rá lehetőség. Ha egy mód van rá, ne foglalkozunk a vírussal folyamatosan. A megváltozott élethelyzet az, ami most többet ront, mint maga a vírus. A vírus, ahogy mondtam, teszi a dolgát, de a megváltozott életmód, és az, ami én úgy gondolok, hogy a frusztrációm, a sikertelenségem oka, hát az a vírus, hát nem mindig a vírus. Időnként nézzük magunkba is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy bármi is van, például most egy kapcsolati példát, ha mondok, megromlik egy kapcsolat, rögtön az igen, mert ő volt a hibás, nem. Az első leghelyesebb mondat és kérdés, amit felteszek, én miben tévedtem. Tehát én azt gondolom, ha egy most kapcsolatot nézzük a vírus meg az ember kapcsolatát, és na netántan engem elkapott és megfertőzöttem, akkor tegyen fel azt a kérdést, én hol tévedtem. De legyek őszinte magammal, hogy mit nem tartottam be, kivel találkoztam, hogy találkoztam, mit csináltam, mondták, és én mégsem azt csináltam, de legyek őszinte magammal. Tehát ha ezt is egy kapcsolatnak nézzük, akkor igenis korrigáljak én, mert a vírus nem fog. Nem szabad a vírus fogságában élni. Sokak számára a hírek követése már a komoly függőséget alakított ki. Érdemes lenne szelektálni a hírek között. Állandóan várjuk a jó hírt. Állandóan várjuk azt a tuti hírt. Várjuk végre azt mondják, hogy na holnaptól szabadok vagyunk. Na akkor ezt csináld, azt csináld, és akkor minden összejön, és minden olyan lesz, mint régebben. Nem tud per pillanat olyan lenni, mint régebben. A hírfüggőség ez valóban, ez mindenki... ...nek a személyisége dönti el, hogy melyik hírbe kapaszkodik. Tehát most akkor maradjunk annyiban, hogy a jó hírbe kapaszkodjunk, mert van rengeteg, és tudjuk védeni magunkat a jóslásoktól. A hírek ugye ömlesztve vannak. Na most ebben van szakirányú, van egészen más típusú hír, és a kettőt én összekeverem, és nem tudom kiválasztani azt, ami nekem fontos lenne. Tehát azt kellene valahogy megpróbálni, hogy azt a hírt válasszam ki, amit én értek, és ami engem valóban érdekel. Tehát egy nagyon jó beállítottság az lenne, ha a jó híreket választanám ki, és azt is, amit én meg tudok magamnak magyarázni, el tudok fogadni, mert megértem. És nem arra hagyatkozom, hogy az azt mondta, hogy az azt mondta, hogy az azt mondta, hallottad, ez lesz, az lesz, nem így működik a világ. Sokan látják a poharat félig üresnek, pedig az is igaz, hogy félig tele van. Csak is saját szemléletünktől, egyéni akaratunktól függ, hogyan közelítjük meg a kérdést, a szabadság versus biztonság kérdését. A színházba nem mehetek be, de a színházat hazahozhatom magamhoz. Tehát Isten igazából az online meg tudom vásárolni a színházi eladása jegyet, lazán szépen felöltözök, mert színházba úgy illik menni, beülök otthon a fotelban, megvan a vásárolt jegyem, bekapcsolom, rákat kattintok a linkre, és elkezdem nézni a színhelyzetre, és csak nekem játszanak. Senki nem zavar, a szomszéd sem zavar, hogy pont köhög, vagy nem tudom, mit csinál, és akkor van egy színházi élményem, egy másfajta színházi élményem, nem? Haverokkal nem tudok beülni kávézni, teraszon nem tudunk találkozni, rendben. Azért itt is vannak kiskapuk, el tudunk menni úgy elvitere venni kávét, hogy tiszta, véletlen, ketten-hárman vagyunk, igaz, most már papírpoharba adják, de pár lépést tudunk tenni, és tudunk beszélgetni. Ezek valóban korlátozások. De ha ebben is látjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és kihasználjuk, hát ki lehet menni a Városligetbe, mindenki oda megy érdekes mód, bárhova lehet menni. Akkor felmennek a hegyekbe, beszélgetnek, találkoznak, levegőn vannak, tudnak baráti társaságot találni, 10 főre van maximálva, hát van, aki betartja, van, aki nem, de akkor is én a barátomra odafigyelek, örülök annak, hogy egészséges, örülök a jelenlétének, csak egy pár lépés távolságot most tartunk.
Tehát tényleg mindent úgy meg lehet érni, Istenem, be vagyunk zárva, Istenem, most korlátozva van, de most mi nem nézzük a másik oldalát, egy csomó minden szabad. Hát most miért nem tudunk például, srácok, összefutunk, foci meccsről, láttad tegnap este, igen, na mi a vélemény, a fenennémek, kihagyta lehetetlen, tessék, ott van, meg tudjuk csinálni. Tehát tényleg gondolkodjunk pozitívan, mert most itt az idő, tehát vegyük észre, hogy most már ez nem az az év, ami a tavalyi év volt, tehát most tényleg ez a bezárjuk és kinyitjuk, ez egy egészen más év lesz, tehát itt tavaly erről még szó sem volt. Tavaly vakcina a láthatáron nem volt az Isten szerelmére. December végén jelent meg, és januártól működik. Ez egy óriási dolog a mostani helyzetben. Bár az idegrendszerünk húzamosan komoly teher alatt van, az alkalmazkodási és tűrési képességünk is próbára van téve, a szorongásaink is megtalálhatták tárgyukat, mégis a szakember véleménye az, hogy jól is kijöhetünk a vészhelyzetből. Dr. Simon Lajos, a Forrásház szakmai vezetője szerint idén nem volt több pszichiátriai beteg, mint tavaly ilyenkor, eltekintve egy átmeneti ijegység okozta hullámtól. Ez azt igazolja, hogy az emberek többsége megtanulta az élet adta leckét. Ha most nem tudtunk tanulni, egy évünk volt rá, akkor mikor tanuljunk? És éles helyzetbe tanultuk, tehát most nem csak egy gyakorlat volt, és nem azt mondták, hogy na most gyakoroljuk azt, ha vírusfertőzés lesz, vagy nem tudom, bombatámadás, akkor te erre szaladsz, én erre szaladok, ezt csináljuk, nem veszünk levegőt, maszkot teszünk, és akkor túléljük. Ez most élesbe megy. Erre nem voltunk felkészítve, ezt most élesbe vívtuk meg, és valóban szerintem azt tudtuk megtanulni belőle, hogy túl lehet élni mindent. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy bízzunk saját magunkban. Az nagyon jó érzés, ahogy beszéltük, hogy akkor a szomszéd odafigyel rám, a gyerek jön és a kilincsemre akasztja, de a nagy harcot én vívtam meg. Tehát most ezt ne felejtsük el, és mindenki dicsérje meg saját magát, és akkor ezzel a laza mozdulattal így veregesse meg a vállát, ezt jól csináltad. Ezt te csináltad egyedül. Kívülről támogatás volt csak, de a belső erő az belőled jött. És annak az eredménye, hogy mi itt ülünk, egészségesen tudunk beszélgetni, és remélem még többször, és nagyon sokan Kispesten ugyanezt tudják elmondani, az egy hatalmas belső erőt igazol tulajdonképpen. Belső erőnk többek között bátorságunkból, leleményességünkből, alkalmazkodási képességünkből, ösztöneinkből, és nagyon fontos, a hitünkből tevődik össze. Ezek tudnak minket továbbra is a pandémia teljes időtartama alatt hatékonyan segíteni. Milyen módszerekkel dolgoznak a csalók, és hogyan lehet elkerülni, hogy valaki a csapdájukba essen? Ezek a témák is szóba kerültek a Senior Akadémia egyik korábbi rendezvényén. Kovács György Svindlerek hálójában című előadását a Városházán hallgathatták meg az érdeklődők. Megint telt ház előtt zajlott a Senior Akadémia előadása. A mostani alkalom az idős áldozatokat becsapni vágyók trükkjeiről, módszereiről szólt, és az ez ellen való esetleges védekezésről, ami sajnos nem mindig lehetséges. Az ilyen csalások, trükkök főként két korosztályt fenyegetnek, a gyerekeket és az időseket. Míg a gyermekek mellett általában van egy tapasztalt felnőtt, aki megvédi őket, addig az idősek sokszor magányosak, nincs mellettük segítség. Ezt a svindlerek sokszor kihasználják. Addig alakítják a körülményeket, még kicsalják pénzüket, ékszerüket, a legrosszabb esetben akár ingatlanjukat is. Miért fenyegeti ez főként az időseket? Hát azért, mert a magány az egy olyan állapot, amit hát minden ember szeretne elkerülni, így értelemszerűen az idős emberek is. És hogyha egy jól öltözött, sármos fiatalember oda megy közelükbe és a bizalmukba férkőzik, akkor egy másodperc történet képesek megnyílni, kiöntjik a lelküket ezeknek az idegeneknek, és nagyon könnyen lépre csalhatók ezáltal. Mennyire jellemző ez ma Magyarországon? Sajnos elég jelentős azoknak a bűncselekményeknek a száma, vagy a számaránya, amelyik ezzel kapcsolatos, mert ez egy könnyen fogyasztható préda, nagyon kevés a lebukási veszély, nagyon könnyű ezektől a helyzetektől elmenekülni, hogyha nem jön be a trükk. Ugyanakkor viszont nagyon sokszor jogi úton sem lehet tenni ellene semmit, mert a csalók úgy próbálják ezt az egész szituációt megcsinálni, mint hogyha az idős ember önként és dalolva adná át az értékeit. És jogilag nem lehet vele mit kezdeni, úgyhogy ezért támadnak inkább idősekre.
Többféle csalás létezik, van egyszerű és összetett csalás, a lépések számától függően, ahogyan elkövetik ezeket. A csalók fő fegyvere a manipuláció, a hiszeikenységre és a hazugságokra építenek. Többféle típusa van a csalásoknak, elektronikus, személyközi, üzleti vagy társkereső csalás. Sokszor azért nehéz ezek ellen védekezni, mert az idősekben különböző változások indulnak meg a biológiai, szociális, egészségügyi és pszichés szinten, amelyek befolyásolják a viselkedést. A gátlási tényezőink egy picit alulkondicionálódnak, és ezért sokkal nyitottabbá válunk idegenekkel szemben, főleg ha az szimpatikus. És ezért mondtam azt, hogy nem nagyon lehet védekezni. Tehát ez egy olyan öregedési folyamat, amit nem lehet elkerülni. Ez mindenki végig fog menni rajta. Na most, ha egy Schwindler, aki egyébként pszichológiából magasan képzett, majd fogják látni, hogy miért mondom, pillanatok alatt fölismeri ezt az állapotot, és ki célozza magának azokat az embereket, akik ezáltal például legkönnyebb prédává válnak. Aztán szintén az öregedésnek egy nagyon fontos folyamata, hogy valamilyen életkor betöltését követően az érzelmek kezdik átvenni az irányítást az elménk felett. Sokkal érzékenyebbek vagyunk a világ dolgaira. Férfiak, nők vegyesen, tehát itt nem arról van szó, hogy egy kemény, macsó, 80 éves ember nem tud sírni, nem a fenét, nem, hogy ne tudna, mert érzékenyebbé válik. És az érzelmek kezdik el irányítani a világra való nyitottságunkat és az emberekhez fűződő viszonyrendszerünket is. És ezek az érzelmek azok, amelyek gyakorlatilag aztán azt fogják eredményezni, hogy az óvatosságunkat, ami általában jellemez bennünket, naivitás és hiszékenység fogja felváltani. Lehet ezzel valamit kezdeni? Nem. Semmit, mert ez egy természetes folyamat. A vitális erő is csökken ebben a korban, a szépkorúak már nem tudnak úgy teljesíteni, mint fiatalon. Emiatt a menekülési és ellenállási képességeik korlátozódnak. Az észlelési képességek is romlanak, és ezek által is könnyebben áldozattá lehet válni. Mint ahogy az az állatvilágban is zajlik, a csalók a gyengébeket szemelik ki. Náluk a legkisebb kockázata a lebukásnak. A csalók sokszor a rögzült viselkedésekre építenek. Nagyon nehéz egy olyan helyzetben védekezni, ahol például rögzült magatartásokra appellálnak a csalók. Tehát például, ha valaki egy rendőr ruhában jelenik meg, akkor a belénk égetett állampolgári kötelesség, hogy átadjuk a személyigazolványt. Ha a postásnak adom ki magam, ugyanez, ha a gázóra leolvasónak, ugyanez. Tehát ez a dolognak a lényege, hogy megvannak azok a módszerek, amelyekkel ugye megpróbálnak az idősek lakásába bejutni, megpróbálnak az irataikhoz, adataikhoz hozzáférni. Na most ugye ezek ellen nagyon nehéz védekezni. Egy dolgot lehet tenni, hogy rettetesen körültekintőnek kell lenni, mindig legyen magunk mellett egy szomszéd vagy egy jó barát, ha már valaki idegen be kell engednem a lakásomba, és soha ne adjam magára. A csalás általában 4 lépcsőben zajlik le. Az első lépés az áldozat kiválasztása, majd a bizalmi viszony kiépítése következik. A harmadik lépés ugye a behálózás, ami a bizalmi rendszerre való ráépülés, tehát amikor már kialakult az áldozat és a csaló között egy kapcsolat, akkor jön a bejelentés, hogy belefogtam egy nagy üzletbe. Ez csak spontán beszélgetés persze. Ilyen üzlet. És ajánlom nem létező üzletet, amiből villámgyorsan milliókat fogok profitálni. A gond az, hogy kéne a beindításhoz még sürgősül 50 ezer, de hát egyszer nem is tudom, hogy kitől tudnék kérni, pedig az 50 ezerért 500-at kaptam vissza az üzletet. Na most abban a pillanatban, hogy ezt elhangzik, 10-ből ennyi ember legalább egy ezt fogja mondani, hogy csak ennyi. Itt az 50%. Mert abban a pillanatban az van bennünk, hogy hoppá, 500-at fogok kapni az 50%-ért. De ez butaság, ilyen nincs, nem ilyen világot élünk ma. Ezért mondtam, hogy a kapcsis
Az egyik leggyakoribb trükk, a már elég jól ismert telefonos trükk, ekkor az idős áldozatot felhívják, hogy valamelyik családtagjukat baleset érte, és ezáltal pénzt csalnak ki tőlük. Az előadáson szó volt a termékbemutatókról is. Az előadás külön kitér a legális és illegális csalásokra. Hát az illegális csalások gondolom egyértelműek, amik ugye mindenféle jogi procedúrát vonnak maguk után, viszont a legális csalások azok, amelyeket minden nap elkövethetnek büntetlenül, mert meghirdetek egy terméket potom összegért, és ha valakire rá tudunk sózni, akkor ő megveszi, én gazdagodok, ő pedig nem tudja használni azt a terméket. Na most különböző cégek név nélkül természetesen nagyon jól utaznak ezekre a dolgokra, meghirdetik az időseknek a konferencia termékbe a termékbemutatót, és hát bizony nagyon könnyen rájuk tudják sózni a silányabbnál silányabb termékeket, és az idősek úgy távoznak boldogan, hogy a lehető legjobb terméket vették meg, és csak otthon derül ki, hogy egy fabotgát sem ér. Az előadó kihangsúlyozta, hogy a példák bemutatásával nem tippeket akar adni, csak fel akarja hívni a figyelmet a veszélyekre. A kedvencem a foltos trükk. Ez úgy működik, hogy kiszemelik az áldozatot, aki mondjuk éppen a bankautomatánál vett fel egy nagyobb összeget, leadják az egyezményes jelet a társaknak, aki spontán szembeérkezik ezzel a úriemberrel, kezében egy nagyon incsiklandozó, mustártól csöpögő hamburgerrel a kezében, látszólag elmélyülten sétál az áldozattal szembe, pont akkor botlik meg, amikor az áldozat odaér, egy nyomás a kifire és a mustár már is röccsön a illető kabátjára, innentől a képlet baromi egyszerű, mély elnézéssel kér bocsánatot, és jaj, ne haragudjon, nem, Istenem, és meg is segített, már is veszi elő le a kabátot, és dörzsöli, és rögtön ketten lépnek oda, hogy segítsenek a szerencsétlenen, akit annyira elvisz ez az egész eset, hogy arra sincs érkezése, hogy álljon már meg a menet, hagyják békén, tehetetlenül áll ebbe a körforgásba, és mikor a félig meddig letisztított kabátot visszaadják, akkor már pénztárca nincs. Tetszenek érteni? Ez a foltos trükknek a lényege. A másik a régi ismerős trükk. Hát ez egy tipikus bevált rendszer, hogy hogy működik az emberi agy. Önök mennek gyanútlanul az utcán, és jön önök szemben egy ilyen kedves, bájos hölgy, vagy egy fiatal úr, vagy teljesen mindegy, hogy ki, aki széles mosolyjal azt mondja, hogy jaj, de rég láttam, csókolom, hogy tetszik lenni, egy ölelés, majd visszahők, jaj, elnés, ne haragudjon, összetévesztettem, de akkor a pénztárca már nincs önöknél. A legsúlyosabb eset talán, ha egy ingatlan csalnak ki az idősektől. Ilyenkor általában a svindler bizalmasnak látszó kapcsolatot épít ki az áldozattal. Több napon, héten keresztül építgeti fel a csapdát. Ekkor aláírat egy szerződést, amit mondjuk az áldozat eltartási szerződésnek hisz, pedig ebben az áll, hogy átadja ingatlanát a svindlernek az aláírás pillanatában. Hogyan lehet kivédeni? Sehogy, oda kell figyelni, tehát nagyon-nagyon nehéz ezzel védekezni, hát alá addig nem írunk semmit, amíg legalább két ügyvéd nem látta, legalább egy olyan ismerősöm, rokonom, barátom nincs ott a jelenlétemben, aki velem együtt még egyszer átolvassa a felkínált szerződést. A probléma az, hogy az életben nem így működik, és ezek a idős emberek, akik ma itt vannak, ezek már most a saját bőrükön fogják ma tapasztalni, hogy mit jelent az aláírni valamit, amit nem olvasnak el, mert én ezt megtettem velük. Mert hogy ezt a papírt úgy írták alá az első 20, hogy nem kérdeztek semmit. Elmondanám, mi van a papíron. Az előadás tartó Kovács György által megadott bankszámlaszámra aláírásommal kötelezem magam 50 ezer forint átadást. Anyám, vannak jó kis zsebpénz. Miért írták ezt nekem alá? Mert én kértem, mert rögzült viselkedés, hogy amikor önök eljönnek egy ilyen előadás, akkor önök elé raknak egy papírt. Persze ez nem valódi szerződés volt, csak az előadó ezzel akarta szemléltetni, hogy milyen könnyű bedőlni egy csalásnak. Tehát ebből is látszik, nagyon könnyű megtéveszteni szinte bárkit. Tehát nagyon figyelmesnek kell lenni, és ezzel talán picit csökkenthető a veszély.
Legfrissebb híreinket megtalálják Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Híradóval és magazin műsorral egy hét múlva várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!